A gondozási központ feladatellátásában egyre jelentősebb részt kap az idős gondozás. A felmérések azt mutatják, nincs megfelelő mennyiségű férőhely az idős otthonokban. Ennek hatására megnő a jelentősége az otthon történt ápolásnak. A gondozási központ térségi feladatokat lát el évek óta. A város ellátása mellett további 6 településen végzi a rászorultak ellátását, gondozását. Az idős ellátással foglalkozó területeink azok, ahol hát arányaiban én úgy gondolom, hogy elég jelentős az eltérés, tehát számarányaiban, illetve magában a feladat ellátás tartalmi része, illetve a szakmai része tekintetében is. Ez legjobban a házi segítségnyújtásnál érzékelhető, ahol jelen pillanatban 48 megállapodással rendelkezik a szolgálatunk. 4 gondozónő látja el ezt a feladatot, és ezek közül az ellátottak közül azt mondhatom, hogy körülbelül a 3/4-éhez szükséges a napi 2-3-szori, szükséges a napi 2-3-szori felkeresés, hiszen ők általában mozgásukban korlátozottak, ágyhoz kötöttek, és folyamatos segítségnyújtásra van szükségük. Ez az előző években így nem volt ennyire érzékelhető, de most azt látjuk, hogy egyre többen vannak azok az ellátottak, akiknek fokozott gondozásra van szükségük. Nálunk a feladatok azok egy más dimenzióra korlátozódnak, más szakmai feladatokra. Itt inkább a fürdetés, a pelenkázás, az étkeztetésben való segítségnyújtás az, ami a legfontosabb feladat az ő számukra, és a házi orvossal való folyamatos kapcsolattartás, illetve azt látjuk, hogy egyre több az olyan ellátandó szakmai munka már, ami a mi kompetenciánkat meghaladja. Ezek ilyen sebkezelések, katéter, tehát ilyen egészségügyi problémával kapcsolatos feladatok. Egyre idősödik a korosztály, akinek gondozásra lenne szüksége. De olyan túljelentkezés van az állandó ellátást biztosító idős otthonokban, hogy szinte lehetetlen a bejutás. Nagyon sok esetben szükség lenne arra, hogy idős otthoni elhelyezést biztosítsanak a számukra, hiszen a családtagok dolgoznak, nem tudják megoldani az ő ellátásukat, vagy külföldön vannak, vagy messze vannak. De én azt gondolom, hogy talán azért növekszik a házi segítségnyújtás ellátotti létszáma, mert az idős otthoni elhelyezést nagyon sokat kell várni. Tehát az otthonok telítve vannak, nagyon nehéz oda bekerülni. És hát talán egy olcsóbb fajta szolgáltatás is. Addig, ameddig az idős egészségi állapota ugye ezt engedi, addig a házi segítségnyújtással megpróbálunk neki segíteni. A gondozási központ másik kiemelt feladata az idősek vagy rászorulók étkeztetésének megoldása. Itt is jelentős létszámnövekedés tapasztalható az igénylők között. Jelen pillanatban 114 fő az, aki igényli. Ezek közül hát napi szinten átlagban körülbelül 90 éthordó az, amit szállítással szállítunk házhoz az időseknek. Ez a létszám is azt látjuk a szakmai vezetővel, hogy évről évre növekszik. Egyre nagyobbá az igény, hogy biztosítsuk ezt a szolgáltatást, de a szállításnál ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani, ehhez orvosi igazolásra van szükségük, ugye, hogy van-e annak alapja valóban, hogy akkor ő igényelheti ezt a szállítást. Mert az étkeztetésnek van még 2 formája. Az egyik az, hogy bejönnek hozzánk a nappali ellátásba, és onnan elviszik az ételt, illetve azok, akik az idősebb klubjában tartózkodnak napközben, ők igénylik még ott helyben étkeztetéssel az ebédet. Mi is azt látjuk, hogy a családsegítésben egyre több az az idős, aki tőlünk segítséget kér, és most az utóbbi évben, talán az idei év az, amikor szembesülünk azzal, hogy szükség lenne itt is idős otthoni elhelyezésre, de egyszerűen folyamatosan falakba ütközünk, mert nem tudjuk megoldani ezt a problémát.